Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus! A Lélekem Elő című vallási műsorunkat látják. A mai alkalommal a Nagy boldogasszony ünnepéről, a boldogság fogalmáról gondolkodunk, és olyan bibliai megjegyzést szeretnék idézni, mely nagy és tág lehetőséget kínál az ember számára a boldogság elnyerésére. Ez a Szentírási rész Szent Lukács könyvéből való, a 11. fejezet, 27. és 28. verse. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: Boldog a még, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt, és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Szent Lukács könyvéből a 11. fejezet 27. 28. versét olvastam. Egy boldogságmondás valójában, ez amit hallottunk, az Úr Jézus több helyen utal arra tanításában, hogy az ő szándékai és lehetőségei szerint mi emberek megtalálhatjuk a boldogságot, és ennek különböző szempontjait, lehetőségeit fölkinálja számunkra. Ez a boldogságmondás valójában egy felkiáltásra épül, egy elragadtatásra, amit megfogalmaz valaki Jézus környezetében, a tömegben, egy névtelen szereplője az evangéliumi eseménynek, és magasztalja, és boldognak mondja Jézus édesanyját. Boldognak mondja a gyermek áldást hordozó anyai méhet, és az emlőt, amely táplálta az üdvözítőt. Boldognak mondja valójában az anyasságot, de nem akárkinek az édesanyjáról beszél, hanem olyan hitbeli felismeréssel szól az édesanyjáról is, amelyben benne van a fia iránti hitvallás. Az Isten fia, a messiás az, és az a szeretett mester, az a csodatevő, az a jóságos valaki, akit Jézus személyében látnak az emberek. Ő az a fiú, ő az a gyermek, akit valaki hordozott, és aki miatt az ő édesanyja is boldognak mondhatja magát. Az édesanyának, az anyai hivatásnak gyümölcse a gyermek, valójában minden édesanyját boldognak mondhatunk aki Isten kezéből, a Teremtő kezéből elfogadja a gyermekáldást. Hiszen a Teremtő Isten munkatársává lesz az ember. És természetesen tudjuk, hogy az atyaságra, a férfiúi közvetítésre és közreműködésre is szükség van az anyai hivatásban. Mégis a dolgok természete szerint és gyakorlati értelemben is igen, sajátos az a kapcsolat, amely az édesanyja és a gyermek között formálódik. Az a kapcsolat, különösen, amely az édesanyja és a fia között formálódik, amikor tisztelendő asszonyjá lesz az édesanyja, és az üdvözítő esetében ezért ezt az anyai hivatást Madonna, Hivatásnak is mondhatjuk, hiszen ez az asszony, akit magasztal a tömegben, a névtelen csodálója, ez az asszony Madonna, az üdvözítőnek az édesanyja. Természetesen, mint említettük, minden anyai hivatás csodálatra méltó, dicsérendő és magasztalásra is alkalmas, mert Valóban Isten munkatársává lesz az édesanyja, aki elfogadja az életet Isten kezéből, aki hordozza a szíve alatt kilenc hónapon keresztül, és amikor világra hozta, továbbra is táplálja, sőt, akkor kezd igazán a gondoskodó szeretetét megmutatni gyermeke iránt. Itt az anyai méhet, azt a hajlékot magasztalja Jézus édesanyjának csodálója, ahol az élet kibontakozik, és a már világra jött életnek a tápláló forrását, az anyai emlőt, azt a táplálék forrást, amely ugyancsak a gondoskodó szeretetnek a jelképe. Ebben a hivatásban sajátos helyet tölt be Szűz Mária. Említettem mai műsorunk elején, hogy a boldogasszonyról, a nagy boldogasszonyról gondolkodunk, de még most csak a boldogság fogalmánál időzünk, és fogjuk látni, át fogjuk gondolni azt is, hogy Szűz Máriát miért is mondhatjuk nagyasszonynak, nagy boldogasszonynak. Természetesen, Törekszem a bibliai magyarázatra, törekszem arra, hogy egyetemes jelleggel és keresztény általánosságban gondolkodjunk az imént említett fogalomról, mondhatnánk így idegen szóval, hogy ökumenikus módon, hogy a nem hívő testvéreink, vagy embertársaink és a, a más keresztény testvéreink is, a Krisztusi értelemben tudjanak erről a hivatásról eltűnődni, amit most megemlítünk, és végig gondolunk Szűz Mária esetében. Már is Jézus adja meg az egyetemes keresztény választ, hogy miért csodáljuk az ő édesanyját, és a csodálatban milyen következtetéseket vonjunk le. Természetesen azt a kiváltságos szerepet mindannyian megcsodálhatjuk, amely Szűz Máriát illeti, hiszen őt sajátos módon kiválasztotta az Úristen a magasságbeli, hogy legyen az ő fiának az édesanyja. Az angyali üdvözlet jelenetéből, mely ugyancsak Szent Lukács evangéliumában szerepel, Gábor angyal köszöntéséből megismerhető, az a sajátos szerep, amit Isten Szűzmárjának szánt, és amit Szűzmárja el is fogad, amikor igent mond Isten akaratára. Miként lehetséges az, hogy ő édesanyja lesz, eltűnődik ezen? És miként lehetséges az, hogy ő, aki férfit nem ismer, most ettől a pillanattól kezdve emberi életet hordoz majd a szíve alatt? Istennél semmi sem lehetetlen, és az angyal szavából megtudja, hogy valóban sajátos és kiváltságos módon lesz ő édesanyává a Szentlélek erejéből, mert a magasságbeli ereje tölti be őt, és a Szentlélek erejéből születik, és bontakozik ki majd az ő fiának az élete, akit Jézusnak fog nevezni. És mindez a magasság belének, az Istennek az akarata, hogy ő édesanyává legyen. Sajátos ez a kiválasztottság, amelyet már megelőz Máriának készsége, tiszta élete, engedelmessége. Nem sokat tudunk róla, kiváltképpen nem a Szentírásból, az evangéliumokból, de abból a bizonyos Jakab proto-evangéliumból, amely leírja Szűz Mária szüleinek életét és nehézségeit Joakimnak és Annának, akik gyermektelenek voltak, és az édesapja, aki papi szolgálatban volt, mint egy méltatlanná vált arra, hogy áldozatot mutasson be Isten templomában, hiszen az Úr nem áldotta meg az ő életét gyermekkel, és mégis szülőkké lesznek az idős és terméketlen szülők és sajátos módon legalábbis ez szerint az apokrif írás szerint, tehát a Szentírás mellett kialakult színes hagyományból kerekedett történet szerint elfogadják és megkapják az életet Mária életét. Ezt tehát Szentírás melletti Egyéb hagyomány, de a Szentírásból biztosan tudható, hogy Szűz Mária mindig készséges volt Isten akaratának teljesítésére. Ez a készsége itt szerepel Szent Lukács Evangéliumában, amikor igent mond Isten akaratára. Itt szerepel, hiszen ő mindig elfogadta Isten szándékait, mert ebben a megszólításban is, amikor őt az angyal kegyelemmel teljesnek mondja, akkor ebben benne van az ő tiszta élete, az ő készsége arra vonatkozóan, hogy Isten szándékait ő mindig és mindenben elfogadja. Egyrészt kiváltságos a helyzet, amit Szűz Máriáról elmondtunk, Másrészt viszont valóban követendő, követhető, csodálandó, csodálható, mert ő igent mond Isten szavára. Máskor is elgondolkodik Isten szándékain, mind a pásztorok szavain Betlehemben, mind pedig Jézus szavain, amit hall tőle, mindig készséges Isten akaratának elfogadására, és mint fájdalmas anya ott a kereszt tövében, Ugyancsak az ő teljes igényéről, teljes önátadásáról tesz bizonyságot, és így valóban boldog az édesanyja, boldog Istennek ez a leánya, és Isten fiának az édesanyja, mert Isten közelében akar lenni. Isten szándékaival összhangban kíván élni, tehát igent mond Isten akaratára. Azon is el kell tűnődnünk, hogy mi a boldogság fogalma a szentírásban. Ismerjük a Szent Máté Evangéliumában megörökített hegyi beszédet, és abban a nyolc boldogságot. Ezeket szoktuk igazán boldogságmondásnak nevezni. Ismerjük a rövidített változatot, az ellentétpárokban megfogalmazott boldogság fogalmakat Szent Lukácstól. Ezeknek a mondásoknak a lényege, vagy rövid foglalata az, és ezt a foglalatot, ezt a mondhatnánk leegyszerűsített boldogság eszményt, itt mondja ki Jézus ennél a Megjegyzésénél, vagy figyelmeztetésénél, vagy válaszánál, amit a tömegből felkiáltott asszonynak mond. Szent Lukács evangéliumában, itt a 11. fejezet 28. versében. Azok a boldogok még inkább boldogok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják. Ilyen értelemben tehát Isten szándékaira az ő akaratára való ráhangolódás, egyetértés, annak a készséges követése. Tehát az Isten közeliség, ez az emberi boldogság alapja és forrása. Tehát az ember a teremtőjéhez kerülhet ezáltal közel, az élet forrásához. Messze menő következtetéseink lehetnek ezzel kapcsolatban is ennyire szerteágazóak nem lehetünk a mai alkalommal, vagy egy ilyen rövidebb gondolatmenet során, de mégis el kell mondanunk azt, hogy ha az ember a létét Istentől kapja, és mi Istenből forrásozunk, ő ami teremtünk és egyúttal ami, mi vagyunk az ő képmásai, akkor ha ezt mondjuk, vagy ezen gondolkodunk, akkor mi más lehetne a boldogság, mint hogy Közel kerülünk a Teremtőhöz, közel kerülünk a, az élet forrásához, hasonlítunk rá, méltó és igaz képmásai lehetünk. Nemrégében láttam egy amerikai filmet egy szörföző fiúról, fiatal emberről, aki megcsodált egy férfiút, aki lovagolta, a hullámokat, és tudott közlekedni ezeken a vad tengeri hullámokon, és mint egy példaképévé vált, ez volt a vágya, ez volt az álma, hogy ő is ott lovagoljon a hullámok tetején, és ezért a nyomába szegődött, és rá akart hasonlítani. És végül valóban egy igazi hullámlovas lett belőle, egy sztár, ha úgy tetszik a mai fogalmak, kategóriák alapján, mert csodálatra méltóan elsajátította természetesen, Istentől kapott adottsága nyomán ezt az úgymond tudományt, sokat gyakorolta, edzett ebben a férfivel, aki végül is ebbe az irányba segítette, felkarolta és elfogadta azt, hogy ezt a vágyat, ezt az álmot valóra kell váltani, de ebben a példakép, a csodálandó hős, ez a férfi, aki aztán tapasztalatait átadta annak, akiben meg volt a készség, meg volt a tehetség, hogy hasonlóképpen jó lovas legyen belőle. És az is lett belőle. Tehát valamiképpen ez a vágy, ez az, ez az álom, amit az ember érez, hogy jó akarok lenni, valaki akarok lenni, és hogyha helyesen gondolkodik az ember önmagáról, akkor azt mondja, hogy én is vagyok valaki, nekem is vannak értékeim. És az ember mindig attól lesz értékes, hogy a benne rejlő értékeket előhozza, kamatoztatja, de ezt hívő módon úgy fogalmazhatjuk meg, hogy Isten képmásává lesz. Isten minden jónak, minden igaznak, minden tökéletességnek a forrása. Amikor valamit ezek közül elő tudunk hozni önmagunkból, akkor válunk igazán Isten képmásává. Ugyanez Máriának az igenye, készsége. Legyen nekem a te, akar, te igét szerint, mondja az angyalnak, legyen nekem Isten akarata szerint. És természetesen Isten formálja bennünk a maga képmását. De a mi készségünk, a mi igenünk, a mi döntésünk nélkül ez nem valósul meg. Tehát nem csak kiváltság az, hogy valakiből valakit tesz az Isten, előhoz belőlünk egy értékes embert, ezt mindenkiből előhozza az Úr, aki ebbe beleegyezik, és aki ezt akarja maga is. Nem kiváltság csupán ez, hanem elsősorban együttműködés Istennel. Az Isten közeliség állapota, hogy én együtt élek az Úrral, az Úr jelenlétében vagyok, közel akarok lenni hozzá, és hogyha ezt megtapasztalom, akkor ezt az Isten közeliséget mondhatjuk boldogságnak. De ezt Jézus egész egyszerűen megfogalmazza, nem is kéne nekünk erről ennyit tűnődnünk, mert elmondta az Úr Jézus az imént, még inkább boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják. Tehát az Isten akaratának megvalósítása, hogy előjöjjön belőlem a jó, amit Isten akar, amit belém helyezett, amit elrejtett bennem, amit kamatoztatásra szánt bennem. Hogyha én így tudok gondolkodni magamról, az életemről, az élethivatásomról, akkor megtaláltam a boldogság útját. Mert itt nem valami titokzatos követelményről vagy lehetőségről van szó. Egyébként egy bűvös mondat lenne ez, hogy Isten szavát hallgatni és megtartani, mit jelent ez. Nem csak arról van szó, hogy szépen előveszem a Bibliát, olvasom, fölnyitom, lapozgatom, és hát, hát ez itt mind Isten szava, és hát na nézzük ebből a vastak könyvből, mi az, ami rám vonatkozik hát természetesen így módon is keresem Isten szavát, és elsősorban nyilván az ő igéjében találom meg, és nem csak a lelkismeretem szaván keresztül, vagy a saját ötleteimen keresztül. Nyilván Biblia nélkül, az Isten igéje nélkül nem találom meg az ő szavát, és nem hallom azt meg, de mégis, ami a legfontosabb, hogy erre nyitott legyek legyek keresője, legyek hallgatója Isten szavának. Szűz Mária is ezt tette. Bizonyára Joakimmal fölment a templomba, és erről is beszámol a Jakab Proto Evangélium, hogy Isten szolgálatára szánták az Úr közelében, az Úr templomában ezt a leányt. De, mint látjuk, ő valóban kereste és meg is tette Isten akaratát. Mind az angyali üdvözlet kapcsán, mint pedig egyéb forrásokból, amelyeken keresztül Isten szavát Szűz Mária befogadta és elsajátította. Boldognak mondta magát Szűz Mária, és ez pedig egy másik fontos szentírási helyen derül ki, szintén Szent Lukács könyvéből, az úgynevezett Magnifikátból, Szűz Mária hála énekéből, amelyben arról beszél és arról gondolkodik Szűz Mária, hogy az emberek őt boldognak tarthatják, és ő maga is így tekint önmagára. Magasztalja a lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Most tovább nem idézem a magnifikátot, amely Szent Lukács könyvének első fejezetében található a látogatás eseményével együtt az Erzsébetnél, az Akariásnál tett látogatás történetét folytatva, ez mind a 39. Az 56. versben található ez a szép leírás, és Mária hála énekel a magasztaló, hálaadó imádság, a magnifikát. Ebben szerepel tehát ez, hogy ezen túl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Mert elfogadta Isten akaratát, de ugyanakkor kicsinségét, alázatát is kifejezi Szűz Mária a Magnifikátban, hiszen azt mondja, hogy ő az Úr szolgáló leánya. Ezt egyébként az angyeli üdvözletkor is kifejezésre juttatja. És Nagyot tett velem a hatalmas, velem a kicsinyel, akinek csak az volt a dolgom, hogy kimondjam az igent, és utána a többi az Úr kezében van. A többi a megoldás, a kibontakozás Istentől jön, de nem a mi közreműködésünk nélkül, nem mellőzve a mi igenünket. Így tehát valóban az Úr Jézus, Alátámasztotta ennek a tömegben fölkiáltó asszonynak az állítását, hogy boldog a méh, amely hordozott, és boldog az emlő, amely táplált. És amikor Jézus általánossá teszi a boldogság lehetőségét, akkor ő maga is elsősorban az édesanyjára gondol, aki hallgatja Isten szavát, és azt meg is tartja. Mert a keresztény ember Valóban hiteles példaképe lehet a keresztény élettípusnak a mintája Szűzmária magatartása. Nem belemagyarázás ez, ezért igyekszünk ennyi evangéliumi példát felhozni, mert valóban boldognak mondható Szűzmária, és ezt a felismerést, hogy őt mások is boldognak mondják, Megfogalmazza a magnifikátban, mostantól fogva, boldognak hirdet engem minden nemzedék. Valóban nagy dolgokat tett velem, ő aki hatalmas, akit szentnek hívunk. A boldogság tehát nem más, mint Isten közelében lenni. A boldogság nem más, mint a teremtő szándékait elfogadni. Valóra váltani. Amikor érezzük azt, hogy értéket hordozunk, értéket képviselünk. Amikor tudjuk azt, hogy igazak lehetünk. Amikor hitelessé válunk önmagunk előtt elsősorban, és nem valami hamis, értéktelen életet élünk, hanem öntudatos és céltudatos életet, tehát tudjuk, hogy kik vagyunk, mivel rendelkezünk, tudjuk, hogy mit akarunk, hová halad az életünk, és mindebben, a hol, hová, hogyan, kérdésben ott van Isten. Aki tudja, hogy mire szánt bennünket, és tudomásunkra is hozza azt, hogy mit kíván tőlünk. Ha odafigyelünk Isten szavára, ha Isten szavát hallgatjuk, és azt megtartjuk, mert erre megvan a lehetőségünk, akkor önmagunkat is boldognak nevezhetjük, és érezhetjük. Műsorunk első részében ezt a kerek csokrot próbáltuk kialakítani a boldogság fogalmáról, Szent Lukács evangéliumának nyomán, a 11. fejezet 27. 28. verse kapcsán, és műsorunk második és rövidebb részében még mindig keressük a választ, hogy hogyan lesz a boldog Máriából, boldog asszony és nagy boldog asszony. Tartsunk most rövid zenés szünetet. Kedves nézőink, most folytatjuk a lélekemelő című vallási műsorunkat. A mai műsorunkban, első részünkben Szent Lukács könyvéből idéztünk egy szép gondolatot, sőt egy meghatározó gondolatot, mégpedig 11. fejezet 27. 28. versét. És idéztük az első fejezetből Mária hála énekét is, az úgynevezett magnifikátot. A boldogság forrása nem más, mint Isten közelében lenni. Hitbelileg, mondjuk így teológiailag kerestük a választ arra, hogy mi a boldogság. Mit takar a keresztény boldogság fogalom, az evangéliumi boldogság fogalom. Kerestük a választ arra, hogy hogyan lehet valóban az ember boldog. Jézus adta meg a választ az előbb idézett evangéliumi részben. Azok a boldogok, akik Isten szavát hallgatják, és azt meg is tartják. Egyszerű és hétköznapi esetben is megtaláljuk a kérdésünkre a választ, hogy Általában kiket szoktunk boldognak nevezni? Azokat az embereket, akik értelmes életet élnek egyrészt, másrészt pedig, akiket körülvesznek a barátok, a szeretteik, a jó emberek. Tehát az az ember is boldognak mondható, aki ott van szerettei közelében, aki nem nélkülözi szeretteinek a közelségét, akik körülveszik őt szeretetükkel, akik támogatják, bátorítják, illetve nyilván az is boldog, aki kiáraszthatja a szeretetét azokra, akik felé küldetése szól. Tehát például a szülő a gyermekének. Az anyai példát felidézve, nyilván az édesanyja, aki gondoskodhat gyermekéről, de ugyanígy a gyermek is boldog édesanyja karjaiban, gondoskodó szeretetében, az Istennel kapcsolatban nyilván, akkor mondható boldognak az ember, ha Isten közelében van. Erről már eltűnöttünk műsorunk első részében. Boldog az az ember, aki bízik az Úrban, ezt már Jeremiás proféta is, és az Ószövetség egyéb helyei is közölték a hívő emberekkel már a megváltó eljövetele előtt. Boldog az az ember, aki bízik az Úrban, aki Isten közelében van. Tehát ilyen értelemben is, hogyha a szeretteink közelében vagyunk, boldognak mondhatjuk magunkat. Ezt a boldogságot nem veheti el senki, mert ez a közelség nem szűnik meg sohasem. Az Istenhez való közelség nem szűnik meg, hogyha mi azt nem akarjuk, hogy megszűnjön. Egyedül csak mi támaszthatunk, vagy növelhetünk távolságot Isten és magunk között, a sajnálatos rosszal, a bűnnel, hogyha mi a szabad akaratunkból elfordulunk Istentől, ez távolságot teremt Isten és ember között. Egyébként pedig nem kellene, hogy eltávolodjunk a szerető Istentől, mert ő mindig körülvesz bennünket jóságával, gondoskodásával, szeretetével. Így tehát Isten közelében az ember biztonságban érezheti magát, más szóval boldognak mondhatja magát. Azok a gondolatok, amelyeket megfogalmaztunk műsorunk első részében, hogy mi Isten képmásai vagyunk, hogy küldetésünk van, hogy feladatot bíz ránk az Isten és segít, hogy jó és hiteles képmásai legyünk, ez a boldogság forrását jelenti az ember számára. Így lehetünk mi igazán boldogok, így lehetünk mi igazán Isten közelében. Szűz Mária boldognak mondható, és Jézus bizonyára elsősorban édesanyjára gondolt, amikor a tömegből felkiáltó asszonynak azt mondja, hogy azok igazán boldogok, akik Isten szavát hallgatják, és azt megtartják. Szűz Mária ezt mindig megtette, és ezért méltán mondja és imádkozza a magnifikátban, Mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék. Egyrészt azért, mert ő igent mondott Isten szavára, mert ő kicsinségében, alázatosságában átadta magát Istennek, az Úr szolgáló leányának nevezte magát, és engedte, hogy nagy dolgok tegyen vele ő, aki hatalmas, akit szentnek hívunk, vagyis a magasságbeli Isten. Szűz Máriát a magyar nyelv, a magyar nép boldogasszonynak mondja. Nyilván ebben az evangéliumi értelemben is mondhatjuk boldogasszonynak, de mivel a Szentírás képei nyomán, különösképpen a jelenések könyvében bemutatott, nabba öltözött asszony képét egybevetve Szűz Mária küldetésével, a keresztény hagyomány. Ebben a napba öltözött asszonyban Szűz Mária alakját ismeri föl, aki fiút hoz a világra, és akit veszélyek fenyegetnek, mert jön a nagyvörös sárkánya, hogy leírja ezt a jelenések könyve, és a fiú gyermek életére tör, és az asszony életére tör. Ebben Szűz Mária is az ő gyermekének esetét és példáját láthatjuk és a keresztény hagyomány így is értelmezi a jelenések könyvének ezt a látomását. És így értelmezte ezt népünk történelmében, első szent királyunkhoz küldött térítő püspökünk és szent Gellért, aki bátran hirdette és bátorította magyar elődeinket, népünk elődeit, és Szent Királyunkat, hogy nevezzük Máriát Boldogasszonynak, és nevezzük őt Úrnőnek. A keresztény hagyomány a 44. zsoltárt is méltán Szűzmáriára vonatkoztatja. Jobbodon áll, uram, a királynő aranylátszót ruhában, mert ebben a nagyasszonyban uralkodó nőt, láthatunk követendő példát, aki a keresztény életeszményt megvalósította. És ez az egyszerű szolgáló leány, aki az Úr szolgáló leánya, mégiscsak a megváltó édesanyja, a katolikus felfogás szerint, és a keleti hagyomány szerint, még inkább a, a keleti megfogalmazás szerint, Isten szülő, Isten anya, aki ezáltal királynői, méltóságot nyer. Ezért, ahogy Szent Gellért bátorítja a magyar népet, boldogasszonynak, sőt nagyasszonynak nevezhető, vagyis uralkodónőnek, királynőnknek, akinek nagy ünnepén, augusztus 15-én fölajánlja halála előtt első szent királyunk az ő országát, a mi népünket, mint egy örökségül hagyja. Így lesz tehát Szűz Mária, nagy boldog asszony, és a magyar nyelven a boldogság fogalmat így módon is Szűz Máriára vonatkoztathatjuk. Olyan szép az a magyarázat, a hagyomány feltárása, amiként 12. Pius pápa a Munificentissimus Deus kezdetű apostoli rendelkezésében Szűzmáriát bemutatja, idézi az egyházatjákat, a nagy teológusokat és gondolkodókat. Többek között hivatkozik Damaszkuszi Szent Jánosra és még más kiválóságra, akik Szűzmáriában valóban a boldogasszonyt és a mennybe fölvett égi édesanyját csodálják és magasztalják. Az egyházi hagyományban lévő igazságnak tehát az egyik szószólója, Damaszkuszi Szent János, aki Szűz Mária boldogságát oly módon is bemutatja, hogy az a szolgáló leány, aki alázattal igent mondott Isten akaratára, és a megváltó fiú Isten édesanyja lett, és aki tiszta életet élt, mint példaadó Krisztus követő, immár testével, lelkével, emberi méltóságában megdicsőltem, ott lehet fia mellett. Ezt a királynői méltóságot, amit előbb idéztünk a 44. zsoltárból. Jobbodon áll a királynő, aranyjal átszőtt ruhában, olyan szép ez a zsoltár, mindjárt még néhány versét idézem. Hajad, leányom, figyelj szavamra, felejtsd el népedet és atyát, házát, szépségedet kívánja a király. mert ő a te urat hódolj előtte, újongó örömmel vonulnak és bevonulnak a király házába, jobbodon áll a királynő, ofir aranyával ékesítve, ez tehát néhány verse a 44. Zsoltárnak, ezt a keresztény hagyományban Szűz Máriára vonatkoztatjuk, és hogy miért? mert a dicsőség királyának, a föltámadt üdvözítőnek a jobbjára, az ő szent fiának jobbjára került. Ő, aki közel volt Istenhez. Ő, aki Isten szavát hallgatta és megtette. Tehát, aki a földi életében így közel volt, nem csak kiváltságai nyomán az üdvözítőhöz, hanem saját akarata szerint is, méltán kerülhetett testével, lelkével megdicsülve a mennyei dicsőségbe. És most idézem még 12. Pius pápát, illetve ő idézi Damaszkuszi Szent Jánost, amikor a boldogságos Isten anya test szerinti mennybevételét párhuzamba állítja többi kiválóságával és kiváltságával, lángoló ékes szólásával azt mondja, Illő volt, hogy ő, aki szüzességét a szüléskor is sértetlenül megőrizte, halála után is megőrizze testét minden romlástól. Illő volt, hogy ő, aki teremtőjét gyermekeként hordozta méhében, Isten hajlékába jusson. Illő volt, hogy a jegyes, akit az Atya jegyzettel, a mennyei otthonban lakjék. Illő volt, hogy ő, aki szülésekor a fájdalom tőrétől mentes maradt, de amikor fiát a keresztfán látta, a szívét döfte át a fájdalom tőre, ott lássa fiát az atya mellett trónolni. Illő volt, hogy az Isten anyjáé is legyen az, ami a fiájé, és hogy minden teremtmény tisztelje őt, mint Isten anyját és szolgáló leányát. Ezért mondhatjuk boldognak Szűz Máriát, mert ő valóban igent mondott Isten szavára, hallgatta és kereste Isten szavát, akaratát, és hűséges maradt hozzá. úgy kívánom mindezeket elmondani, vagy úgy szeretném ezt most kedves nézőink elé tárni, és arra a kérdésre válaszolni, hogy miért beszélünk boldogasszonyról, nagy boldogasszonyról, és miért csodálhatja minden keresztény, vagy Isten kereső, jó akaratú ember Szűzmáriában a boldogságnak, a keresztény embernek példaképét, hogy mindezt egyetemes, evangéliumi keretben és lehetőségek között szemléljük, így és természetesen sajátosan a katolikus hit szerint is csodáljuk ezt a nagy méltóságot és boldogságot Szűzmáriában, de mégis legyen ez, mint egy ökumenikus felfedezése Szűzmária kiválóságainak, ő a tömegből felkiáltott, felkiáltó asszonynak boldogságát is méltán hordozta, mert ő volt Isten fiának édesanyja, és ő, aki méhében hordozta a megtestesült igét, ő, aki kebléből táplálta őt, Valóban hallgatta Isten szavát, és mindig hűséges maradt hozzá. A tömegből felkiáltó asszonynak Jézus ezt válaszolta: Igazán boldogok, akik Isten szavát hallgatják, és azt meg is tartják. Mária ilyen volt az Úr szolgáló leánya, a mindig igent mondó, az Isten szavain eltűnődő, és azt megvalósító, alázatos szolgáló leány. Aki már felfedezte magában, hogy igen, ezért az alázatért mondja őt boldognak minden nemzedék, mert ő ki tudta mondani az igent, a nagy dolgot Isten művelte, a hatalmas, akit szentnek hívunk. Minnyáján boldogok lehetünk, keressük tehát Isten szándékait, mondjuk ki az igent Isten akaratára. És akkor Isten közelében, szeretteink közelében, már itt a Földön is, Isten jelenlétében boldognak mondhatjuk magunkat, még inkább, ha ezt a boldogságot a mennyei dicsőségben is elnyerjük majd. Járjunk továbbra is ennek jó akaratával, földi életünk útján, hogy nyerjük el a teljes és örök boldogságot. Ezt kívánom, kedves nézőinknek, és a Lélekemelő című műsor végén sok szeretettel és imádságos áldással búcsúzom, dicsértessék a Jézus Krisztus!